Nem lehet elég hamar elkezdeni a dolgokat, gondolhatta a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A jelen állás szerint már novemberben asztalhoz ülnek a nagy kereskedelmi láncokkal, hogy megállapodjanak a 2018-as bérfejlesztésről. Kassai Zoltán, aki Sáling Józsefet váltotta a szervezet elnöki pozíciójában, úgy véli, hogy a Tesco sztrájk óta könnyebbé váltak a bértárgyalások. Talán ennek is köszönhető, hogy a legtöbb multival már elindultak a tárgyalások. Az említett egységen kívül még az Auchannál sikerült eredményeket elérnie a szakszervezetnek. Mindeközben a Penny Marketnél és a Metrónál is hamarosan elkezdődnek a bértárgyalások. Utóbbinál november 10-én nyilatkozta Sáling József az ATV.hu-nak. Karsai Zoltán a vendégem, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének új vezetője. Jó reggelt kívánok, gratulálok a kinevezéshez. Megmondom őszintén, onnan jött a segítség, ahonnan én nem reméltem volna. Úgy kezdte, beült és stúdióban és adás előtt azt mondta, hogy a Polikárp fiú név. Ismer Polikárpot? Hát mondjuk úgy, hogy ismertem, amikor még bogár találkozókra jártam, van egy régi bogárhátunk, ott találkoztam egy Reményi Polikárp nevezetű úrral, akivel így többször is összefutottunk több évben. Köszönöm a segítséget, soha nem gondoltam volna, hogy ön ebben segíteni tud, de hát egy jó szakszervezeti vezető, ugye. Volt a Tesco sztrájk. A Tesco sztrájkban mondjuk úgy, hogy ön az arcélét egészen rendesen meg tudta mutatni. Segített ez önnek abban, hogy megválasztották a szakszervezetek új vezetőinek? Hiszen most lehet, hogy olyan szakszervezeti tagok, más szakszervezetek tagja is meg tudták önt ismerni, akik korábban esetleg nem hallottak önről, vagy a munkájáról, vagy az érdekérvényesítő képességéről. Én azt gondolom, hogy biztosan segített ez, de azt is ki kell jelentenem, hogy ez nem volt soha cél. Tehát nyilván nem ezért történt a sztrájk, de igen, tehát sokkal többen megismertek, megkerestek, olyan cégek is megkerestek, akiknél a KASZ, mint szakszervezet sincs jelen. És most már levelezésben, beszélgetésben vagyok velük, tehát igen, ez egy nagy segítség volt. Önnek mennyire segített önmagában a Tesco tárgyalás? Tehát annak biztos volt egy metódusa, volt egy tárgyalási technikája, húzd meg, erezd meg, fekete lapokkal, nem fekete lapokkal, titkolt lapokkal játszottak. Ezt próbálja meg átültetni most, amikor már nem csak a Tesco-val tárgyal, hanem gyakorlatilag minden más multival is? Én azt gondolom, egyébként a Tesco-val korábban is hasonló tárgyalásokat folytattunk, csak nem volt ez annyira nyilvános, hiszen nem jutottunk el odáig, hogy nem tudtunk megegyezni, és ebből ilyen sztrájk esemény következzen. Tehát a tárgyalás metodikában nem volt nagy változás. A többi cégnél pedig szerintem azért lesz változás, mert eddig a KASZ mindig mondta, hogy ha nem teljesülnek és ha a munkavállalóknak nem fizetnek olyan béreket, ami kielégítő, akkor a KASZ bizony képes komoly lépésekre. Talán eddig hitték is, nem is, most viszont muszáj, hogy higgyék. Nézzük az egészen konkrét dolgokat. December 24-ével kapcsolatban a Párbeszéd képviselője Szabó Tímea ugye kezdeményezett egy munkaszüneti nappá nyilvánításról nyújtott be kezdeményezést, ez úgy néz ki, hogy nem jön össze. Voltak, akik azt mondták, hogy ezt nem vetni vissza a magyar gazdaságot, voltak, akik úgy számoltak, hogy 50-70 milliárd forinttal is visszavethetni. Mi ebben az igazság? Én nem is gondoltam volna, hogy a politika arra is képes, hogy gyakorlatilag itt számokkal is trükközzenek. Én azt gondolom, hogy ezt szét kell választani, hogy a magyar gazdaságot mennyire vetné vissza. Lehet, hogy vannak olyan területek, én is olvastam az autóiparban, ahol ugye folyamatos gyártás van, hogy ott fennakadásokat, problémákat okozna. De például a kereskedelemben, amikor vasárnap bezártuk a boltokat egy évre, akkor mindenki azt gondolta, hogy az a forgalom elveszik, és a vállalatoknak ebből forgalom csökkenése keletkezik majd. És ez a forgalom visszajött a többi napon. Tehát én most is azt gondolom, hogy ha bezárnánk 24-én, és ezt tudom már december 1-én, hogy 24-én nem lesz nyitva a bolt, akkor úgy vásárolok, hogy azt bevásárolom, amire szükségem van, sőt, szerintem nagyobb forgalmat generálnánk vele, hiszen ilyenkor az ember tudja, hogy úristen, milyen hosszú ideig lesznek zárva a boltok, többet vásárol, és a végén kidobja az ünnep után azt, amit vett. Tehát szerintem a kereskedelemben ezt meg lehetne tenni, és nem biztos, hogy ebből forgalom kiesés keletkezik. Ön támogatná a december 24-én munkaszüneti nappá nyilvánításról szóló kezdeményezést? Természetesen, alá is írtam. Menjünk tovább. Sáling József a leköszönő vezető, az ön elődje azt mondta, hogy most jelenleg a Metrónál a legélesebb a helyzet. Mit jelent az, hogy a legélesebb a helyzet? Hát ott kezdődnek most el az éles tárgyalások. Ugye az Auchannál lezárult, a Tesco-nál mondjuk ki, hogy lezárult. És a Metró van most soron a tárgyalásokban, és következnek a többi cégek is még az idei évben, tehát ezért ott a legélesebb a helyzet. Csak ennyi az oka. Mi a helyzet a hazai tulajdonú vállalkozásokkal? Hát ahol mi jelen vagyunk, ott nyilván tárgyalunk a bérről, de vannak olyan hazai tulajdonú láncok, ahol nem vagyunk ott, ahol van egy-két tagunk, de képviselettel, reprezentatívitással nem rendelkezünk, ott nyilván nehezebb a dolgunk. Mondja, segített a bértárgyalásokban és egyébként a tárgyalásokban önmagában a Tesco sztrájk, tehát az egy országos ügylet, arra mindenki odafigyelt. Nagyon sokan járnak oda. Látták pontról pontra vásárlók is, nem csak szakszervezeti tagok, Tesco kontra szakszervezet, hanem a vásárlók is, hogy
mi zajlik, napról napra követték. Ez segített például abban, hogy most a más multikkal folytatott tárgyalások sorozat közben pontosan látszik, hogy önök mit képviselnek, ők mit képviselnek, és így talán egyszerűsödik a dolog? Én azt gondolom, hogy jelentősen egyszerűsödik, igen, illetve hát a Tesco-s munkavállalók, ők maguk mondják el, hogy ők azért sztrájkoltak, hogy máshol több legyen a bér ezek szerint, hiszen itt is sikerült megállapodni, de a többi cégnél is emiatt fogunk tudni jobban megállapodni szerintem. Viszont ez egy visszaható folyamat, hiszen ahogy a többi cég emeli a béreket, a Tesco-nak is zárkóznia kell, tehát ez egy ilyen egymásra ható. Jól értem, a Tesco-val megállapodtak, de most jönnek más cégek. Aztán, hogyha jobban állapodnak meg, akkor visszakacsintanak, és a Tesco-val újra nyitják a tárgyalásokat? Hát még idén tárgyalni fogunk a jövő évi bérekről, és nyilván, ha a többi vállalatnál úgy tudunk megállapodni, hogy jövő évi bérek magasabbak legyenek, amikor leülünk újra a Tesco-val, akkor ezt nyilván ők is tudni fogják, nem tőlünk, a piacról, de tudni fogják, és önnek, ez segít. Önnek volt egy elődje, nyilván egy vezetési stílusa, nyilván akkor a szakszervezet önmagában talán picit más lesz. Mi a szakszervezet önmagában tagjai, az önök tárgyaló partnerei, a multik mire számíthatnak, miben más, akár a vezetési stílusa, lát-e valamilyen más, nem mondom, hogy frontvonalat, hanem irányvonalat, amit ön inkább képviselne? Hát szerintem egy nagyon markáns különbségre nem számíthatnak, hiszen mi a munkavállalók érdekeit képviseljük, amit ők felénk közvetítenek, mi azt fogjuk közvetíteni a vállalatok felé. Szerintem nagy különbség nem lesz, menni fogunk előre, és hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor tárgyalni kell, akkor tárgyalni fogunk, és elsődlegesen mindig tárgyalni akarunk, de ha lesz olyan pillanat, amikor ez nem jön össze, akkor vannak egyéb eszközeink is. Az egyéb eszközök, és akkor itt sorolunk, a vége a sztrájk. Igen, a vége a sztrájk. Így van. Mennyire tudatos a magyar munkavállaló? Mennyire tudja a saját jogait? Mennyire tudja, hogy mennyire lehet hogy mivel lehet kiállni érte? Hát, én azt gondolom, ebben megosztott a társaság. Van, aki nagyon tudja a saját jogait, akár azzal is tisztában, hogy a szabadságát hogy lehet kiadni, vagy hogy nem lehet kiadni. És van a másik réteg, aki pedig azt sem tudja, hogy mondjuk egy beosztást, ha mondjuk úgy osztanak ki neki, hogy nem tud bejönni tömegközlekedéssel, akkor azt nem köteles elfogadni. Tehát teljesen szélsőséges. De jó, hogy ezt megemlítette, egy felvilágosító kampány például terveznek ezzel kapcsolatban? Igen, több témában is tervezünk. Tehát ebben lesznek változások. Ebben a kommunikációban lesznek változások. Újdonságokat is megtudtuk. Köszönöm szépen, hogy itt járt és velünk ezt a ma reggeljét. Én is köszönöm.